Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998, bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. Elérkeztünk a gyóni napok keretében a te kiállításodhoz. Mindig nagyon sokan megkérdezik tőled, hogy ugyan neked most már mikor lesz, hát eljött ez a pillanat. Milyen érzés most így berendezve látni a képeket? Hát számomra nagyon megható, mert egész héten sajnos a családban történt egy kisebb, nagyobb baj, és ezért nem nagyon tudtam úgy foglalkozni a kiállítással, hogy szerettem volna, de hát a bajban ismerszik meg a barát, és nem tudok elég hálás lenni Bálint Katának, Gogolák Mariannak, Krieger Vikinek, Aninak, Évinek, Vizer Misinek, Szűcs Marinak, mindenkinek, Pálinkásné Balázs Tündének, hogy levették a vállamról ezt a terhet, és az elképzeléseink alapján összerakták ezt a gyönyörű kiállítást. Én ma reggel láttam, így teljesen egyben, és hát megmondom őszintén, hogy könny szökött a szemembe, mert nagyon, nagyon szép lett szerintem. Aki ismer téged, az lát minden rendezvényen, látja a képeidet a Dabasi Újságban, és belépve ide egy teljesen másik világ fogad minket. Természetfotók, hiszen te magad mondtad az Anna Marinak a megnyitóján, hogy ez nem a te világod, ehhez nincs türelmed, és lásd mégis. Egy kicsit csalok. A természetfotókhoz van türelmem, nekem ahhoz nincs türelmem, hogy sokáig üljek egy helyben. Ezek közül, a képek közül nagyon kevés az, ami úgy készült, hogy mondjuk 10 percnél többet vártam. Általában ugye a riportfotózás az én erősebb oldalam, vagyis hát azt gyakorlom jobban, és ott hozzászokik az ember ahhoz, hogy rögtön kell reagálni. Ezt is jól tudjátok, hogy néha szaladni kell, futni kell, elkapni egy-egy pillanatot. És valahogy a természetben is úgy vagyok, hogy ha elkapom, akkor boldog vagyok. Ha elszalad, akkor így jártam, akkor majd más megörökíti azt a pillanatot. Minden kép alatt, tehát szinte minden kép alatt van egy történet, elmeséled, hogy mi történt veletek az úton. Látva a dátumokat, tehát nem egyszer jártad most már meg Afrikát. Milyen ez az Afrika a te szemszögedből? Hát egy kicsit talán a második otthonom. Abból a szempontból, hogy nekem ott élnek nagyon jó barátaim, és mindig szeretettel vártak, hívtak és fogadtak, és ez hihetetlen jó érzéssel tölt el, és nem csak a szűk barátok, akiket megismerhettem itt 94-ben, amikor ide jöttek Magyarországra, hanem azóta már tágult az ő rokonságuk, az ő baráti körük. Piroska barátnőmnek ott lehettem az esküvőjén, ami egy fantasztikus dolog az én életemben, hogy ezt megélhettem, hogy kint nagyon messze, ott lehettem élete egyik legfontosabb pillanatánál. Én azt mondom, hogy senki ne féljen Afrikától. Persze nem kell úgy kimenni, hogy itt nem érhet baj, mindenhol élhet baj bennünket, Horvátországban is érhet baj, és ugyanígy érhet bennünket Afrikában is. Sokat kell előreolvasni, megnézni az oltásokat, mit írnak a külügyminisztérium honlapján, tájékozódni olyan emberektől, akik már voltak kint, engem is többször hívtak, és kérdéseket tettek fel, hogy mit tanácsolok. De hogyha az ember felkészül arra, hogy mi érheti ott, akkor szerintem pont minimálra tudja szűkíteni azt, hogy baj történjen vele. Adta magát, hogy Afrikát fogod megmutatni ebben a kiállításban? Ez érdekes, nem tudom, egyszer csak így jött, hogy mivel a Kollár család felajánlotta, hogy a trófeákat is bevonhatjuk a kiállításba, ezért úgy döntöttünk, hogy csak Afrikára fogjuk leszűkíteni ezt a kiállítást, és nem mutatunk meg más tájképeimet, mert van nyilván itthonról is, és a világ különböző pontjairól, ahova volt szerencsém eljutni. Úgyhogy igen, ez most így adta magát, hogy erre koncentráljunk rá.
képek nagyon tetszenek, nagyon visszaadják az afrikai hangulatot, nagyon élethűek és természetesek, nagyon nem győzöm eleget nézni őket. Milyen gondolatokat ébresztett önben ez a kiállítás, ezek a képek, amikor azon gondolkodott, hogy miket fog majd mondani a Dóráról és a képekről itt majd a megnyitó beszédben? Hát leginkább honvágyat ébresztettek ezek a képek, meg az egész téma, ugyanis mi magunk is 14 évig éltünk Afrikában, és ezért is kért meg minket Dóra arra, hogy megnyissam ezt a kiállítást. És hát Afrika olyan hely, egy olyan kontinens, ahol amit mellett nem lehet csak úgy elmenni. Ha ott jár az ember, megszereti, egyé lesz vele, és tulajdonképpen nekünk az életünk egy része Afrika, a szívünknek a fele mindig ott marad. Itt most nagyon sokat tájkép, kevesebb szó esik magáról a kultúrából, de azért a tárgyakban megjelennek. Fontos, hogy az ilyen képeken megmutassunk egy másik világot az itteni embereknek? Szerintem nagyon fontos, hogy az emberek minél többet lássanak a világ többi részéből, hiszen azt gondolom, hogy itt a többség személyesen nem jut el Afrikába, hogy szétnézen is, főleg, hogy részletesebben megismerje akár a tájat, akár a kultúrát. De az, hogy kitekintést nyerjünk a világ más részeibe, az rendkívül fontos. Hogy tetszik önnek a hangulat, ez a körítés, amit most ez az Afrika kiállítás megkapott? Nagyon szép, ez a kúria is nagyon szép, és egy ilyen nagyon barátságos hangulat uralkodik itt. Szerintem Dórát nagyon sokan szeretik, és sok embert érdekel az, hogy ő mit látott Afrikában, és nagyon kellemesen érzem magam. Sőt, hát abban az élményben is van részem, hogy ismerősök üdvözölnek itt engem. Jó lehet, másodszor járok életemben Dabason, de februárban voltam itt az Evangélikus Egyház szervezett egy alkalmat, és azon beszéltem az Afrikában szerzett tapasztalatainkról, az ottani munkánkról, életünkről, és hát itt többen idejöttek már és köszöntöttek ennek kapcsán. Ez a kiállítás most főként a Dóráról szól, az ő képeiről. Elnézve itt most ezeket a kiállított darabokat, van-e már önnek kedvence, és amire azt mondja, hogy igen, ilyen élményben már nekem is volt részem, és tényleg a honvágya, ahogy mondta is, hogy visszaköszön. Hát ez majd később is elhangzik, hogy amikor ezeket a képeket nézem, otthon érzem magam. És a 14 év alatt mi rengeteget szafariztunk, mert szafarizni nagyon jó, és nincs két egyforma szafari. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy majdnem minden kép olyan, amihez hasonlót én is láttam. Nekem minden állat kedvencem, nem tudok kiemelni egyet sem. Talán a pókokat nem szeretem annyira, de itt pókok nincsenek. És nagyon tetszenek azok a képek is, amiket a Jó Reménység Fokánál készített Dóra. Azok is nagyon különlegesek, azt is volt alkalmunk látni, és hatalmas érzéseket ébreszt, ahogy látom őt is ott a két óceán határán ülni. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a gép majd stabilan lavírozva eljusson ebbe a távoli világba, távoli országba. Nekem csak annyi a dolgom, hogy itt a köszöntőmön keresztül segítsem önöket abban, hogy először is érezzék magukat biztonságban, érezzék jól magukat, helyezzék kényelembe, amennyire tudják magukat, élvezzék a repülést, az odajutást,
ebben majd lesz segítségünk, hogy közben azért a képzelő erőnk függvényében természetesen, de már előre elképzeljük, hogy hová fogunk érkezni, és aztán, ahogy megérkezünk, akkor látni fogjuk, hogy mennyire csodálatos világban jövünk. De engedjék meg, hogy én pilótaként hagy beszéljek arról a személyről, akinek köszönhetően mi eljutunk ebbe a csodálatos világba. Egy olyan hölgyről, egy olyan lányról, egy olyan társról, barátról, munkatársról fogok néhány szót szólni, akit nagyon-nagyon sokan ismernek, és hát azt hiszem, hogy ennek köszönhető az, hogy ilyen sokan itt vannak, mert valószínűleg elég jól ismerik. Akik gyóniak, és a mindennapokban közel lehetnek Dórihoz, ők azt hiszem, hogy ma nagyon büszkék rá. Mint ahogy én is pilótaként büszke vagyok rá, mert sokat dolgoztunk együtt, illetve sokat dolgozunk együtt, sok közös programon vagyunk túl, ismerem a képességeit, tudom, hogy milyen ember, és ez a legfontosabb, hogy egy nagyon-nagyon jó ember. Sajnos a sors, az ő csodálatos életét megkeserítette, de mégis életvidám, mégis életigenlő, mégis nagyon szereti az életet, nagyon szereti az embereket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki számára az életnek a csodálatos oldalát mutassa meg. Éppen ezért szeret fotózni, nem csak magáért, a maga szórakoztatására, hanem azért, hogy másoknak is örömet szerezzen ezzel, és másokat is eljuttasson olyan világba, ahová nem mindenki tud eljutni. A hobbija az több, mint hobbi. Azt mondhatom azt is, hogy szerelem, mondhatom azt is, hogy egy küldetés. És a hobbija mellett van egy másik nagyon csodálatos szokása, vágya, álma, hobbi, aminek időnként eleget is tud tenni, ez pedig a repülés, az utazás. Azt hiszem, hogy a barátai, a társai, alpolgármester asszony nem véletlenül találták ki azt, hogy így módon jöjjünk el erre az afrikai kirándulásra, erre az afrikai utazásra, tehát repülőgéppel, szimbolikusan, beszállókártyával. Dóri nagyon szeret repülni. Sokan nem így vannak ezzel, illetve sokan vannak úgy, hogy szeretnek repülni, de mégsem mernek, mégis félnek. Remélem, hogy ez a mai találkozó Dóri jóvoltából egyre több emberben oldja fel ezt a fóbiát, és erősíti meg azt az elhatározást, hogy érdemes repülőre ülni, érdemes elmenni távolabbi helyekre, önmagáért a repülés élményeért is, de hát azért, hogy megismerjünk más helyeket, más világot, jobban bele tudjuk helyezni magunkat a világba, jobban el tudjuk képzelni azt, hogy hol is a helyünk, és hogy legyen viszonyítási alapunk. Különösen, hogyha Afrikáról beszélünk, bár itt Afrikának a szép oldalát, a csodálatos világot mutatja be ez a kiállítás Dóri fotóival, de azért Afrikának sajnos vannak árnyas oldalai is, és sajnos Afrika, ami arra teremtődött, hogy a nyertes földrész legyen a világon, mégis egyenlőre a vesztes földrészek közé tartozik. Hát ezen kellene változtatni, és Dórinak az egyik küldetése, hivatása, szándéka az is, hogy Afrikát úgy mutassa be, hogy sokan megszeressék Afrikát, sokan másképp értékeik, ítéljék meg Afrikát, mint ami most, és hogy valóban vesztes földrészből akár nyertes földrészé válhasson. Tehát Dórit mindig is a jó szándék vezérli ebben is, a képeivel, az utazási élményeivel, a saját életpéldájával, életigenlésével, és hát nekünk, dabasiaknak, gyóniaknak pedig valóban, ahogy ezt az elején mondtam, óriási büszkeség, hogy egy ilyen gyónilány lehet a társunk, a barátunk, az ismerősünk, és minden nap találkozhatunk vele. Ez egy nagyon jó alkalom, egy nagyszerű alkalom ez az utazás, ez a szimbolikus utazás, hogy megismerjünk egy embert, hogy megismerjük Dórit jobban. Mindenki az utazás alatt is beszélgessen vele minél többet, ismerje meg, mert sokkal gazdagabb lesz. Aki megismeri Dórit, így gazdagabb ember lesz, az életet még jobban igenlő ember lesz, egy pozitív beállítottságú emberré válik, ebben Dóri mindenképpen segíteni tud, segíteni fog, és azt is meg lehet tőle tanulni, hogy az élet keserűségei, szomorúságai, veszteségei ellenére hogyan lehet a földi életet valóban tartalommal megtölteni.
Egy nagyszerű, csodálatos ember hívott minket utazásra. Én kaptam azt a megbízatást, hogy pilótaként feltessékeljek mindenkit a gépre a stewardessek segítségével. Én nyugodt szívvel ülök a pilótafülkébe, indulok el erre az útra. Jöjjenek önök is velem, jöjjenek Dórival, és aztán pedig maradjanak Dórival minél tovább. Ismerjék meg őt minél jobban, szeressék meg őt, és szeressék meg Afrikát, érezzék jól magukat. A polgármesteri kabinetiroda munkatársai virággal és ajándékkal köszöntötték a kiállítót, Karlik Dórát. Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát köszönjük a Dabas Airways meghívását, és nagy örömmel ülünk be az első osztályú ülésekbe. De egy dologra készüljünk fel, mert ezt úgy tartják, hogy aki egyszer beszívta Afrika levegőjét, érezte a vörös föld illatát, hallotta a madarak énekét, és látta a feje fölött a tintakék eget, és megismerte a kontinens csokibőrű lakóit, az többé már nem lesz ugyanaz az ember. Mindig visszavágyik majd, mindig közel szeretne maradni Afrikához. Magam is jól ismerem ezt az érzést, és az egyik e-mailjében Dóra is megfogalmazta ezt, bár más szavakkal, és engedd meg, hogy most a te e-mailedet idézzem itt, ezt írtad. Valahogy úgy érzem, a lelkem egy darabja ott van, és mindig vissza kell mennem megkeresni. Ezen a ködös, hűvös őszi délutánon elhozott nekünk egy parányi, de pompás szeletet mindabból a tündöklésből, amit ő Afrikában megtapasztalt. Azoknak, akik talán soha életükben nem láthatják személyesen ezeket a gyönyörű dolgokat. Amikor végignézek ezeken a képeken, otthon érzem magam. Ezt Dóra is nagy örömmel hallotta tőlem, és az oroszlánok, a zsiráfok, a zebrák szeméből ismerősök tekintenek rám, és azt is tudom, hogy legalább 6 ember kell ahhoz, hogy a baobab fa törzsét körbeérje. Ott láthatjuk a baobab fát a képen. Mert bár én magam és családom nem tettünk 100%-osan eleget annak a jól ismert dalszövegnek, hogy kibérelek egy jó nagy puputevét, bejárom Kenyát és Zimbabvét, számunkra ebből a sorból csak a puputeve hiányzott. A Kenya és Zimbabve megvolt, mert érdekes módon éppen ez az a két afrikai ország, ahol mi éltünk közel 14 évig a férjemmel és két gyermekünkkel, és pontosan ez az, amiért Dóra megtisztelt engem azzal, hogy ezt a szép kiállítást megnyissam. Februárban hallotta a beszámolómat az evangélikus alkalmon, és úgy gondolom, hogy úgy érezte, hogy sok mindenben a rezgés számunk nagyon hasonló, és megegyeznek az érzéseink Afrika felé. Egyszer, amikor Kenyában éltünk, az egyik Magyarországról érkezett vendégünk azt mondta, hogy tulajdonképpen felfoghatatlan
látni ennek a kontinensnek a szélsőséges gazdagságát és a hihetetlen szegénységét. A végletes gazdagságon természetesen a gyönyörűséges természetet értette, a szegénységen pedig az ott élők nyomorát. Azt a nyomort, amelynek eklatáns példája a sok százezer árva gyermek és özvegyasszony, akikért én már 9 éve nagyon sokat teszek önkéntes munkában, hogy a gyermekek legalább egy csoportjának jusson egy nap egyszer étel, vagy hogy az özvegyen maradt asszonyok fel tudják nevelni gyermekeiket, és reményt találjanak a reménytelenségben. És azon fáradozunk, hogy legalább az a néhány tucat ember, akit az evangélikus külmissziói kereten belül támogatunk, ott tapasztalja azt, ott váljon az élete elviselhetővé, ahol született, ahonnan származik, és ahová a gyökerei és a kultúrája köti. Dórát a csodálatos természet nyűgözte le, és ennek parányi szeletét ide is elhozta hozzánk. Képeit nézve az az érzésem, hogy ő nem kuksolt egy hétig egy mocsárban, óriási levelekkel a fején, hogy tavirózsának álcázza magát, és végül belefényképezzen a krokodil ásító tátott szájába, vagy nem ült egy fa tetején napokig, hogy a kitárt szárnyú madarat lencse végre kapja. Én úgy érzem, bár nem tudom, úgy érzem, hogy ő nyitott szívvel járta a szavannát, figyelte az állatokat és a növényeket, és úgy fotózta le őket, ahogy szembe jöttek vele. Ahogy a maguk csodálatos drámaiságában, dinamizmusában, természetességében élnek. Mert így szépek. Pontosan úgy, ahogy a szélfutta hajjal nevetve Dóra ott ül a jó reménység fokán, két óceán határán, abban a természetes egységben a természettel, abban a természetes vidámsággal. Vas Albert szavait szeretném idézni. Amikor az erdőn jársz, rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen, és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó a füled, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak. Úgy érzem, Dóra érti ezeket a neszeket, ezeket a meséket, ezeket a hangokat. Bár úgy tűnik, hogy ezek a képek itt körülöttünk némák, azt gondolhatjuk, hogy szemlélve őket nem halljuk a természet rezzenéseit, zajait, az oroszlán szájában roppanó csontok recsegését, vagy a hullámok morajlását, a szél suhogását. De ha csendesen megállunk, és nem csak a szemünkkel érzékeljük őket, hanem a szívünkkel is, és nagyon figyelünk, meghallhatjuk mindezt. Beszálló kártyánk első osztályú utazásra szól, és gyanítom, hogy nem csak ide, a Halász Móricz kúriába, hanem sok ezer kilométerre innen, oda, ahol most kezdődik a nyár,
ahol a sárga fűben oroszlán lapul, a varacskos disznók döcögnek az itatóhoz, ezer színben pompáznak a virágok, és kíváncsi struccok bámulják az útszélén az arrajárót. Kívánom, hogy Kallik Dóra kiállítása minél több embert emeljen fel, és repítsen el messze-messze, távol a hétköznapokból, ki a gondokból, közel Afrikához, a napsütötte szavannára. És akik látják képeit, érezzék meg, milyen hallatlanul és összehasonlíthatatlanul csodálatos Isten teremtett világa. A kúria előterében két kép fogadta a vendégeket, melyeket a beszállókártyák alapján kisorsoltak a jelenlevők között. Szeretném megköszönni először is, hogy eljöttetek a kiállítás megnyitójára. Hálásan köszönöm Bálint Beátának, hogy ilyen nagy szeretettel fogadta a meghívásunkat, és rögtön igent mondott. Sok erőt és kitartást kívánok nekik munkájukhoz. És mivel Dabason az idén a jó cselekedetek éve van, tőlünk dabasiaktól is remélem fog kapni segítséget a karitatív munkájához. Köszönöm az önkormányzatnak, a polgármester úrnak, Kapui Ágotának és a kabinetirodának, hogy partnereim és segítségem voltak. Köszönöm a családomnak a támogatást, amit az évek során biztosítottak. Külön köszönöm Pálinkásné Balázs Tündének a türelmet, és hogy minden őrült ötletünkre vevő volt. Nagyon hálás vagyok Vizer Mihálynak a rengeteg kiváló minőségű nyomdai munkáját, a Simon családnak a fotók kinyomtatásáért, és Szűcs Marinak a grafikai munkáért. Azt mondják, hogy a bajban ismerszik meg a barát. Ezért szívem minden szeretetével és hálájával köszönöm Bálint Katának, Gólák Mariannak, Krieger Vikinek, Tündének, Évinek, Aninak, Zsoltinak, Lillának a sok segítséget, amit adtak, hogy éjszakában nyúlóan, főleg Kata, Marian és Viki is, és Tünde is értem és helyettem dolgoztak, és hogy a családunk mellett álltak ebben a nehéz időszakban. Köszönöm Piroska néninek, hogy 94-ben hozzánk jött azért a bizonyos szótárért, és hogy megismerhettem Piroskát és Palit. Köszönöm a második családomnak, hogy Dél-Afrikában mindig szeretettel hívtak, fogadtak és vártak. Thank you for everything. We miss you so much, Piroska, Pali, Lisa, Ian and everybody all over there. I miss you so much and hope we will see each other as soon as possible. Én azt szerettem volna, hogy az emberek úgy ismerjék meg Afrikát, hogy ez egy barátságos vidék, ugye most speciálisan Dél-Afrikáról és kicsit Botswanáról beszélünk, mert én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok embernek a fejében egy tévképzet van, hogy veszélyes, hogy ott az oroszlánok felfalják az embereket, vagy ha ők nem, akkor a zulu harcosok fogják legyilkolni az útszélén. Benne van ez is a pakliban nyilván, de nem ez a jellemző, és egy nagyon barátságos, nagyon nyitott, egy szivárvány ország Dél-Afrika, és én ezt próbáltam itt a képeken keresztül megmutatni, és azt, hogyha egyszer valakinek az életben lesz arra lehetőség, hogy ellátogasson, akkor ne gondolkodjon azon, hogy menjek vagy ne menjek, majd mondjuk fél, hanem igen, menjen, és higgy el azt, hogy jól fogja magát érezni, és biztonságban lesz. Van-e már terve a fejedben, hogy egy következő kiállításra akár a dabasiék pillanatokat mutasd meg? Van egyébként, több gondolat is van a fejemben. Érdekes dolog például, hogy néha el szoktam lapozgatni, mert kérnek tőlem fotókat, és visszanézek, akár most már ugye több mint 10 éve fotózok a városnak, visszanézek mondjuk 10 évvel ezelőtti felvételeket, és hatalmasokat kacagok, mert az ember elkap egy vicces pillanatot, és szerintem ti is tudjátok, hogy vannak ilyenek. Akár egy ilyenben is gondolkodhatunk, de van más is a fejemben. Reméljük, hogy lesz majd időm és energiám arra, hogy egy év múlva, 2 év múlva valamikor újra egy kiállítást rendezhessek.